1995 karácsonya óta, amióta itt vagyok, ez folyamatosan így van, de gondolom, hogy előtte is voltak rendezvények természetesen. Ez párosul a zenei oktatásunkkal, énekzene tanításunkkal, megszólal a kórusunk, zenét tanuló gyerekeink előadnak zeneműveket, esetleg a karácsonyhoz illő verses költeményeket hallunk, de olyan is volt már, hogy mesejátékot, színdarabot láthattunk, ez évente változó, nagy szeretettel várjuk ilyenkor elsősorban a 9. évfolyam tanulóit, ez is egyfajta hagyomány, illetve a szülőket, bármelyik évfolyamból is, hozzátartozódak érdeklődőket, támogatókat, és hozzátartozik az esthöz az Erdélyi Etel a díjak átadása, amelyet ilyenkor a kuratórium vezetője, most jelen esetben Martinuszné Koron Gabriela, illetve dr. Siket István ügyvéd úr, a kuratórium alapító tagja adnak át. Most is lesznek tanulók, akik érmet kapnak, illetve pénzjutalmat, vagy tárgyutalmat azok, akik a természetfotó pályázaton eredményesen szerepeltek. Ilyenkor szokott igazgató mindig ünnepi beszédet mondani, most milyen gondolatai vannak a karácsonnyal kapcsolatban? Rövid köszöntőt szoktam mondani, hiszen az egész este a karácsonyról szól, és hát én nagyon szerény lennék ehhez képest. A zene hangján, a versek hangján megszólal a karácsony, és azt hiszem ez elég. Udvariasságként és házigazdaságként természetesen köszöntöm a jelenlevőket.